Jézus feltámadt, van reménye számodra. Többé nem állsz a bűn, a rossz uralma alatt. Győzött a szeretet, győzött az irgalom. Isten irgalma mindig győz, üzeni a Szent Atya. Isten szeretete erősebb a rossznál, sőt magánál, a halálnál is. Ezt jelenti a feltámadás. Íme mi is a húsvét, a kivonulás, az ember átmenete, a bűn a rossz rabszolgaságából, a szeretet a jó szabadságára. Mivel hogy az Isten élet, és csak is élet, és az ő dicsősége az élő ember. Változtassa a halált életté, a gyűlöletet szeretetté, a bosszúállást megbocsátássá, a háborút pedig békévé a feltámadott Jézus. Könyörögjünk békéért az egész világ számára, amely megosztott a kapzsiság miatt, és könnyű hasznot keres, mondta a pápa. Beszédében elítélte a kábítószer csempészettel összefüggő erőszakot, valamint a természeti kincsek páratlan mértékű kizsákmányolását a földön. Politikai rendezést sürgetett a szíriai válságban, megbékélést a Közel-Keleten, különösen az izraeliek és a palesztinok között. Hozzátette, hogy legyen béke Ázsiában is, így a koreai félszigeten, ahol felül kell emelkedni a megosztottságon. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maniat semper. Amen. A mindenható Istennek, az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok, és maradjon veletek mindenkor. Ámen. Üdvrivalgás fogadta az apostoli áldást, amely a hagyományokhoz híven a Szent Péter Bazilika középső erkélyéről hangzott el.